Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon. Azt a megtisztelő feladatot kaptam mára, hogy néhány gondolatba próbáljam meg önöknek összefoglalni 2017-ben a felelős fegyvertartás körülményeit. Rögtön az első diára tekintve, ha valaki elolvassa, akkor egy elég érdekes tényt szögezhetünk le, hiszen az arról szól, hogyha az emberiség történetét a kezdetleges eszközhasználattól napjainkig képzeletbe egyetlen órába sűrítenénk bele, akkor ebből az az érdekes tény adódna, hogy az ember ebből 55 percet a családja védelmével, a vadászattal, tehát összességében a fegyvereivel foglalkozott. Tehát ez a történelem előtti időt is beleértve, ez egy 90%-os időtartamot jelent. Azt hiszem, hogy ehhez nincs mit hozzáfűznünk. A másik dolog, amit el szeretnék mondani, ügyvéd úr itt előttem már említette, hogy mi mindent nem szabad tennünk a fegyverrel. Én csak egy dologra hívnám fel mindenkinek a figyelmét. Bizonyára az itt ülők többsége is rendelkezik jogosítvánnyal, és szinte minden nap vezetünk kocsit. Az autóval azzal a szerencsés helyzetben vagyunk, hogyha egy balesetet szeretnénk elkerülni, akkor van rajt kormány adott esetben, hogy ki tudjunk térni egy esetleges ütközéstől, van rajt fék, ahol meg tudunk állni. A vadászfegyvereken mindez nincsen. Ha elengedtük a lövést, útjára engedtük azt a sörét rajt, útjára engedtük azt a golyót, akkor onnan visszaút nincs. Azért a kis pici új görbítésért mindenki viseli ugye a felelősséget. Erre szokták azt mondani, hogy a fegyver, nagybetűs szóval, ugye egy vadász ember életébe egy ünnep, amikor élete első fegyverét megkapja. Nyilvánvalóan. Ami sok vadász öröm forrása lehet, főleg azok számára, akik nem íjászok és solymászok, mert nyilván ilyen módon is lehet vadászni. Nekünk fegyvertartóknak azonban nem csak ezt jelenti, hanem jelentheti a vadásztárs vagy hajtótárs koporsóját, nekünk pedig adott esetben a börtön kulcsát. Csak sajnos az ajtót ebben az esetben mögöttünk zárják be, hogyha felelőtlenül viselkedtünk a vadászaton. Én nem a jogszabályokra akarok hivatkozni, hanem gyakorlati példákkal szeretném önöknek ismertetni azokat a számomra minden nap jelentkező problémákat, amivel fölhívnak, megkeresnek, hogy most akkor hogyan adhatom át a fegyvert, hova tehetem, mikor szállítom, mikor használom, lőhetek-e vele lőtéren, stb. Ezekre próbálnék valamiféle mankót adni. Az első érdekes kérdés, amit ugye a jogalkotó, nevezhetnénk úgy is, hogy Kalambó hadnagy felesége, ugye mindenki a jogalkotóra hivatkozik, de soha senki nem látta, mint hogy Kalambó hadnagy feleségét sem láttuk soha. Ugye úgy határozta meg, hogy többek között számottevő mértékű külső erőhatásnak ellenálló anyagból kell, hogy legyen a fegyvertároló szekrény, vagy adott esetben kazetta. Mi mindent jelenthet ez számunkra? Ugye az már egy másik része a dolognak, hogy állandóan lakott rakás, vagy rendszeresen időközönként visszatérő módon látogatott. Igazából itt, ami 2012. május 1 után történt, részünkre az, hogy a fegyverszabályok lényegesen egyszerűsödtek. Ha belegondolunk, előtte csak fém lemez szekrénybe biztonsági zárral ellátva tárolhattuk a fegyvereinket. Most, hogy bejött ez a meglehetősen furcsa megfogalmazás, már többféle anyagból is készülhetnek a fegyverszekrények, és mindig megkérdezik, hogy mi legyen ez az anyag. Hát lehet például páncélszekrény, amelyeket készen ugye árusítanak, de nem csak fémből készülhet, hanem lehet ennek favorítása is, vagy adott esetben készülhet egy erősebb faanyagból is, akár, itt jön az érdekesség, üveg ajtóval, üveg ablakkal ellátva is. Ez mit jelent? Erre még kitérünk, sőt, rögtön tovább is megyek, készülhet üvegből is fegyverszekrény. Eddig ez tiltott volt, ismeretlen volt. Mindenki megkérdező, hogy most biztos, most készíthetem üvegből, most szabad ezt? Nem fogja ezt a rendőrség megtiltani, engedélyezni fogják? Hát abban az esetben igen, hogyha megfelelünk az itteni, az ezt előíró biztonsági követelményeknek, mégpedig nem mindenféle üvegből készülhet akár az üvegajtó, akár az üvegborítású ajtó, vagy az üvegszekrény, hanem biztonsági, úgynevezett törésálló üvegből. Ha nem ilyen, akkor lehet normál üveg, amire később az üvegessel felvitetünk egy ultraerős fóliát,
Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet ezt az üveget betörni, majd a későbbiekben mutatni fogom. Be lehet törni, csak nem lehet átszakítani. A másik megoldás a golyóálló üveg, ami nyilván a létező legdrágább. De működik a dolog, természetesen ebből is lehet. A legfontosabb dolog, ha ilyen üvegszekrénybe gondolkodunk, vagy üvegajtós szekrénybe, mert szeretnénk a vadászszobába oly módon tárolni a fegyvereinket, hogy az mások számára kívülről is látható legyen, akkor ezt az üvegrészt igazolnunk kell, hogy milyen anyagból készült. Az üvegesek adnak műbizonylatot, ezt kell bemutatnunk a rendőrhatóságnak. Műbizonylat hiányába nem fogják engedélyezni az üveges fegyverszekrényt. Így néz ki egy biztonsági üveg, ami ultraerős fóliával védett, vagy golyóálló, vagy törésálló üveg. Ezt nyugodt szívvel felhasználhatjuk a fegyverszekrény elemei között. Természetesen mi magyarok leleményesek vagyunk, és aki nem bemutatni szeretné a fegyvereit, hanem elrejteni, az különböző helyeket keres, egyébként a lakásán, lakóhelyén, hogy tudja az illetéktelen behatolókkal szembe, a betörőkkel szembe a fegyvereit megvédeni. Ennek egy extrém példáját látjuk, ez a bizonyos golyóálló kanapé. Igen, magyar találmány, az interneten hirdetik, meg lehet vásárolni. A kanapé aljában van egy golyóálló páncélszekrény beépítve, és itt is lehet a fegyvereket tárolni. Lehet, hogy éppen ez lenne az utolsó hely, amit az illetéktelen emberek megnéznének. Mi az, aminél még oda kell figyelnünk a fegyvertároló helyen? Habár a fegyverjogszabályok, sem a fegyvertörvény, sem a kormányrendelet nem mondják ki azt, hogy egy személy részére egyetlen fegyvertároló hely engedélyezhető, az ORFK álláspontja mégis határozottan ez, hogy egy személy, egy fegyvertároló hely, egy lakóhelye van, vagy lehet az adott esetben a tartózkodási helye is, ekkor ugye a fegyvertartási engedélybe külön be kell jegyeztetnünk a fegyvertároló helyet, ha ez a lakóhelytől eltér. A fegyvert a lőszertől elkülönítve kell tárolni, ezt szerintem mindenki tudja. Na most nem muszáj a fegyverszekrényünkben tárolni az összes lőszert. Lehet külön lőszerkazettában is. Abban az esetben, hogy ez egy kazetta, egy láda, ami elméletileg könnyen mozdítható, akkor ezt le kell rögzíteni a padlóhoz, falhoz. Még a szekrényre ez nem vonatkozik. Ha az engedélyező hatóság kimegy önökhöz 5 évente is, és megnézik a fegyvertároló helyet, és megkérdezik, hogy a fegyverszekrény miért nincs a falhoz rögzítve, akkor tessék megkérdezni a rendőröktől, hogy mutassa meg ezt a jogszabályt nekem, ami előírja, hogy a fegyverszekrényt le kell rögzítenem. A kazettát igen, a fegyverszekrény nem, nincs ilyen követelmény. A másik dolog, amit szoktunk emlegetni, ez a bizonyos fegyverszoba. Ugye Magyarországon minden sportlövő, most már mondhatjuk így, hogy minden sportlövő és minden vadász, annyi fegyvert tart, amennyit jól esik, nyilván az engedélyezhető kategóriába. Igen ám, de hogyha 1000-nél több lőszert szeretnénk tárolni, amire azt mondhatnánk, hogy óriási mennyiség, de ha 0-22-es long rifle-ra gondolunk, akkor egy ilyen kis karton, és már meg is van az 1000 darab pillanatok alatt, vagy 10 fegyvernél többet szeretnénk tárolni, akkor ezt a bizonyos fegyverszobát kell kialakítanunk, ami csak annyival több, hogy az a helység, ahol a fegyvert tároljuk, az központi távfelügyeleti riasztóra kötött kell legyen. Ezt a rendőrség fele szerződéssel, távfelügyeleti szerződéssel kell igazolnunk. Azok a nyílászárók, ahol ezt a 10-nél több fegyvert tároljuk, az vagy fémből készült ajtó kell legyen, vagy megerősített, a üvegablakok esetében ráccsal védett, vagy ugyanez a biztonsági üveges történet. Tehát lehet üveg biztonsági fóliával, lehet törésálló üveg és lehet golyóálló üveg. Ezek külön-külön bármelyike elég ahhoz, hogy ilyen fegyverszobát engedélyeztessünk. Ami érdekesség, mindig szokták kérdezni, hogy most akkor meddig tart a 10 fegyver? Beleszámít a betétcső? Beleszámít a váltócső? Hát szerencsére örömmel mondhatom, hogy nem. Tehát ha valakinek van 9 fegyvere, megveszi a 10-et, ez ugye működik, és ez egy moduláris rendszerű fegyver, aminek cserélhető a csöve, a tók, adott esetben az agyazás, bármi más része, akkor ez már nem fog beletartozni, hiszen ha egy fegyverhez veszek akár 10 váltócsövet, ahhoz a fegyverhez mindig csak egy csővel fogom tudni használni. És nem kell fegyverszobát létesíteni. Tehát aki ezt így szeretné, így módon megvalósítani, hogy 10 fegyvernél többre lenne szüksége, akkor ezt adott esetben váltócsővel vagy betétcsőves fegyverrel is megteheti. És az nem fog beleszámítani. Tehát ha van 10 fegyvere, meg van 10 váltócsöve, még mindig nem kell fegyverszobát kialakítani.
A másik érdekes dolog, amit szintén 2012. május 1-től tapasztalunk, ami számunkra, vadászokra azt hiszem, hogy fontos dolog, hogy a lőfegyver és a hozzátartozó lőszer a tartására jogosult személy folyamatos jelenléte esetén, ugye, elkülönítés nélkül is tárolható. Mit jelent? Ha télen valaki hazajön a cserkelésből, kint mínusz 10 fok volt, vagy akár egy éjszakai lesből, hazaérkezik, kiveszi a tokból a fegyverét, amit én nem ajánlok, majd mindjárt elmondom, hogy miért, abban a pillanatban a benti szobahőmérséklet 22-24 fokos levegőjének páratartalma lecsapódik a fegyveren, és szépen elkezd rajta csordogálni a víz. Amit a fegyver nagyon nem szeret, tehát meg kell szárítanunk. Többek között erre szolgál. Ha ott vagyok, elő lehet a fegyverem, nem kell eltenni. Aludhatok úgy, hogy mellettem a fegyverem. Igen, nem vonhatnak érte felelősségre. Az egy másik dolog, hogy a legutóbbi jogszabályváltozásnál beletették azt is, hogy persze mindent kötelesünk vagyunk megtenni annak érdekében, hogy illetéktelen személy így a fegyverekhez ne férhessen hozzá. Tehát mi felelünk érte, nyilvánvalóan. Egyszerűbb eset az, és szintén ez nagyon fontos szabály itt, amikor hazajövünk arról a bizonyos téli vadászatról, mert hagyjuk a fegyvert a tokba, akár reggelig, másnapig, közben mi otthon vagyunk, nem kell betennünk a szekrénybe, megvárjuk, míg tokostól átveszi a szobahőmérsékletet, ha utána veszem ki a fegyvertokból, nem fogja kicsapni a víz, nem kell hosszasan törölgetnem, ha csak előtte nem ázott el, vagy nem keveredtem hóviharban, vagy bármi egyéb. Nem történt a fegyverrel. A másik érdekes változás az a vadászlőfegyver szállítása. Most azt hiszem minden vadász számára egyértelmű, hogy lakott területen tok nélkül nem futkoshatunk a fegyverünkkel. Szerintem ezt nem is kell különösen ragoznunk. Nyilván vonatkozik a nyilvános helyre. Közforgalmi közlekedési eszköz talán régen nagyobb jelentősége volt, amikor még vonattal, egyébbel is utaztak egy-egy társas vadászatra, és ott szállították a fegyvert, meg napjainkban se előfordul, de általában ugye mindenki már kocsiba szállítja a fegyverét. Mi történik a vadászaton? Vadászaton az a helyzet áll elő, ha megkezdtük a vadászatot, és itt majd lesz különbség sportvadász és hivatásos vadász között, mert sportvadász esetében ugye be kell jegyeznem a vadászat tényét, ki kell érkezzek a vadászterületre, az nem lehet lakott terület, kint a területen tok nélkül üritett állapotba szállíthatom a fegyveremet. Nem követek el jogsértés. Ez egy kedvezmény ugye a vadászok számára nyilvánvalóan. Persze figyelnem kell itt is arra, hogy illetéktelen személy a fegyverhez ne férhessen hozzá. De először is különítsük el, hogy mi a fegyvertárolás és mi a fegyverszállítás. Bírósági jogegységi határozat van róla, legjobb tudomásom szerint, hogy amint a tárolóhelyről, az engedélyezett tárolóhelyről kivettük a fegyverünket, az onnantól kezdve vagy szállítás, vagy használat alatt van. Nincs más magyarázat. Ha leutazunk az Alföldre, a vadászcimborákhoz egy hétvégi apró vadazásra, cserevadászatra, bármi egyébre, és mi kivettük otthon az engedélyezett tárolóhelyről a fegyverünket, akkor az abban a pillanatban szállítás alatt van. Igen ám, utazom le. Közben szeretnék tankolni, szeretnék enni, könnyíteni kéne magamon, meg nem tudom, hogy az alatt a 3 nap alatt hol legyen a fegyverem. Ugye ezek gyakorlati kérdések. Hát ez 2012. május 1 előtt elég rázós történet lett volna, hogyha én tankolni akarok, és a fegyver jogszabály betűről betűre betartom, becsattogok tokkal a kezembe a benzinkutra, szerintem a benzinkutas a jelzőt azonnal nyomkodja abba a pillanatban, mert azt hiszi, hogy én ki akarom rabolni. Tehát ezen változtatni kellett. Köszönhetően aztán a kamara aktív közreműködésének tudtam, már ezen könnyítések történtek. Ma már ilyenről nem beszélhetünk. Egész egyszerűen vihetem magammal a fegyvert, de a kocsiba van, mindvégig, amikor a kocsiba, tokba, kiürítve van, szállítom. Ha megyek be a benzinkútra, bezárom az autót, bent hagytatom a kocsiba tokostól mindenestől, egy követelmény van, ne látszódjon a fegyver, mert ugye az felhívás a keringőre, nyilvánvalóan. Ha közben étterembe állok meg, még az sem követelmény, hogy az autóra rálássak, de majd erre is kitérünk. És ugye mit szoktunk mondani, hogy mi a legfontosabb, amikor valahova elutazunk, vagy akár nálunk külföldiek vadásznak, akkor hol tárolják a fegyverüket? Hát tárolni nem tudják, szállítani viszont igen. De ugyanez vonatkozik ránk is, ha mi kimegyünk külföldre, mi hogyan tároljuk a fegyverünket. Ez minden országban szabályozatlan jogterület. Nem lehet megfogni. Nem lehet olyan követelményeket támasztani, hogy mindenki meg tudjon felelni. Épp ezért folyamatosan szállítás alatt van. Ha én vadászat után elfoglalok egy szállodai szobát,
vagy bemegyek a barátomhoz, akkor kint hagyhatom az utcán a kocsiba a fegyvert, vagy a parkolóba, vagy ameddig bemegyek vásárolni. Ott hagyhatom? Igen. Kitérünk rá rögtön, hogy hogyan. A másik dolog, még mindig maradva a szállításnál, hogy vadászat során hogyan szállíthatjuk a fegyvert. És sportvadász, ha beiratkozott, megkezdte a vadászatot, a vadászterületen tartózkodik, akkor ürítve, tok nélkül nála lehet a fegyver. Hasznos dolog tud ez lenni társas vadászatokon, amikor ugye egyik hajtásról a másikra foglaljuk el a lőállásokat, vagy megyünk tovább. A hivatásos vadásznak még ennél is egyszerűbb a dolga, hiszen, mint mindjárt jól tudjuk, hivatásos vadásznak a szolgálati területén nem kell beiratkozni ahhoz a vadászati naplóba, hogy ő vadászati tevékenységet folytasson. Sőt, neki olyan kedvező lehetőség is van, hogy azt írja érdekes módon a jogszabály, hogy ürítetlen fegyvert szállíthat a kocsiba, tok nélkül. Szerintem erre nem sokan figyeltek föl. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy csőre töltött fegyverrel furikázunk az autóba, senkinek nem javaslom, az ostobaság lenne. Viszont annak a hivatásos vadász részére semmi akadálya nincsen. Még egyszer mondom, szolgálati teljesítés közben, kizárólag a vadászterületen, vadászati körülmények között, hogy betárazott fegyver cső alá töltve ott legyen a kocsiba. Neki ez a kedvezmény jár. Lehet. Szabad. Mert hiszen kilép az autóból, ha találkozik például egy aranysakállal, rögtön kilép az autóból, kikapja a fegyverét, az autóból kiszállva csőre tölt, már is tűzkész állapotban a fegyver, lehet, hogy ezen múlik, hogy azt az adott vadat el tudja ejteni, vagy sem. A másik dolog, amire sokan nem figyeltek fel, és mindig előkerül a vadászvizsgán, a fegyverismereti vizsgán, szerintem a jelenlévők közül sem biztos, hogy mindenki tisztában van vele, Azt tudjuk, hogy ittas állapotban, vagy gyógyszer hatása alatt, vagy kábítószer, pszichotróp anyag hatása alatt nem szabad vadászni. De érdekes dolog, ugye nem használhatjuk így a fegyverünket, nem viselhetjük, de a viselést az vadászfegyveren nem igazán tudjuk értelmezni, viszont szállíthatjuk. És akkor mondanák, megbolondultak, hát most miért engedélyezték ezt az egészet, miről van itt szó? Hát itt arról van szó, hogy társas vadászat után, vagy egyéni vadászat után, ha jóízűen kocintünk a teríték mellett egy pohár borral, és vagy gyalogosan haza tudunk menni, vagy a valamelyik vadász kollega vállalja, hogy ő nem fogyaszt alkoholt, hazavisz bennünket, akkor bizony ittas állapotban is a kiürített, tokba helyezett fegyvert haza szállíthatjuk. Ezzel nem arra buzdítok senkit, hogy Székesfehérvár főterén négy kézláb csontrészegen húzza maga után a kiürített fegyverét tokba, mert ez garázdaság lesz, és ugyancsak kellemetlen helyzetbe kerül az illető, de igen, ezt azért találtuk ki, hogy azért találta ki feltétlenül a jogalkotó, hogy vadászat után egy pohár bort elfogyasztva, vagy adott esetben, hogyha kicsit eltörik az a mécses, vagy többet iszunk a kelleténél, túl jó volt a hangulat, és egy kicsit elázik a vadász, hazaszállítható a fegyver. Tehát az italos állapot a hazaszállításra nem vonatkozik. Lehet ittas állapotban a fegyvert szállítani. Persze nem a volán mögött értelemszerűen. Most térjünk vissza a bizonyos autóban a fegyver című fejezetre. Mik ennek a követelményei? Ha én lemegyek egy vadászatra az Alföldre, vagy meghívásra, és ott tartózkodok egy hosszú hétvégét, 3-4 napot, vagy akár egy hetet, akkor mit tegyek a fegyveremmel? Bent hagyhatom az autóba? Igen. Bent hagyhatom az autóba akkor, hogyha az nem látható. Csomagtartós autóknál nem probléma, hogy a kérültem, tokba rakom, lezárom a csomagtartóba. Mi a helyzet a pikapokkal, platós terepjárókkal, egyebek? Be lehet tenni az első ülések mögé, a hátsó üléssornak a lábrészéhez, vagy akár a hátsó ülésre, egy, ami nagyon fontos, letakarjuk. Ne látszódjon a fegyvertoknak egy darabja sem. Ez még mind nem elég, az autót be kell zárnunk. Ez sem elég, az autót olyan módon kell bezárni, hogy illetéktelen ne férje hozzá, tehát ne legyen az ablak nésnyire megnyitva, és semmi látható jele ne legyen annak, hogy ott fegyver van. Mi történik akkor, ha ilyen esetben megkörnyékezi az autót egy tolvaj, betöri az ablakot, ellopja a fegyverünket, vagy nem is a fegyver érdekli, hanem az autó, betöri az ablakot, belül elviszi a kocsit. Felelünk érte? Nem. A rendőrség előtt semmiképpen nem felelünk érte. Mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy illetéktelen a fegyverünkhöz ne jusson. Más lehetőségünk nincsen. Hiszen kiemeltük a tárolóhelyről, én azt a fegyvert többet tárolni nem tudom, szállítani és használni viszont igen. A szállítás szabályait pedig maradéktalanul betartottam. Úgy gondolom, hogy ez fontos dolog, csak nem mindnyájan
érzékeljük. Sokan kérdezik, gyakorló vadászok is, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Mutatok rá példákat is. Ez mondjuk éppen egy szélsőséges eset, hogy a terepjáróba valaki beépít egy szinte páncélszekrényt. Nyilván ebben nem tudják, hogy ebbe ez most szerszámos láda, vagy milyen értéket tárol, ebbe lezárja. Mivel ez nem fegyvertok, nem látszik, nem lehet feltétlenül tudni róla, hogy abban fegyver van, elfogadható, de én elsősorban inkább a következő megoldást ajánlanám, és itt rögtön azoknak az autóknak a csomagtartója is látszik, ami egyébként ugye a raktér felől nyitott lenne. Itt szépen megoldották, hogy letakarták, és gyakorlatilag a csomagtér alsó részébe helyezték el a fegyvert tokba kiürítve. Ha így bezárom a kocsit, ablakokat fölhúzva, ott hagyom egy hétig, minden további nélkül megtehetem. Rögtön a részekvonás mellett, aki ott fekszik? Igen, igen. Ha nem ő vezet, akkor igen. Tudom, hogy ez vicces dolog, de azt gondolom, hogy számunkra mégis hasznos. Most ugye eddig, ha 2012. május 1 előtti időszakot éljük meg, akkor senki egy pohárral se kocinthatott, mert ha megszondázták a rendőrök az autóba, akkor ugrott a fegyvertartási engedély. Azt gondolom, hogy ehhez képest ez óriási engedmény, amivel lehet élni, visszaélni viszont nem érdemes. A másik, a vadászterületen történő szállítás. Ugye osztrákoknál, németeknél látjuk, hogy gyakran így szállítják a fegyvereket, a területen működik. De közúton, lakott területen, stb. Ott ezt felejtsük el. Ez csak a vadászatra vonatkozóan működhet így. Nyilván itt nem kell fogni a fegyvert, biztonságosan lehet szállítani. A másik kép szintén erre egy példa, az első képen ugye az első ülések hátuljára, itt pedig a hátsó ülésekre szerelve található. És így is lehet szállítani a fegyvereket. A másik dolog, amiben részint már ügyvéd úr beszélt róla, a fegyver átadás, én inkább a gyakorlati részét szeretném ismertetni. Ugye ennek az a lényege, hogy a tartási engedélyre jogosult személy felügyelete alól kikerül a fegyver lefordítva, odaadom annak a vadásztársnak, aki elviszi tőlem a fegyvert. Egy napra, egy hétre, egy évre, fél évre, három évre, nem tudom mennyi időre, de egy időtartamot be kell írni abba a formanyomtatványba, amin én áthatatom kinek. Olyan személynek adhatom át, akinél a tartási cél egyezik. Tehát vadász vadásznak adhatja át, sportlövő sportlövőnek, vadász nem adhatja át sportlövőnek, és sportlövő nem adhatja át vadásznak. A tartási célnak egyezni kell, és a fegyver jellegnek kell egyezni. Mit jelent a fegyver jelleg? Leegyszerűsítve golyós, sörétes fegyver. Kaliber azonosság nem szükséges. Itt jön a lőszer kérdése. Ha nem kell kaliberazonosság, nyilván adott esetben a vadász olyan fegyvert kér kölcsön, olyan kaliberű fegyvert, ami neki nincs. Például meghívják az Alföldre vadászni, és neki csak nagy kaliberű fegyvere van, nem azzal szeretne őszre vadászni, hanem a vadásztársát megkéri, hogy te neked van egy 243-as Winchester kaliberű fegyvered. Nem adnád nekem kölcsön, szeretnék lemenni a hétvégén egyet őszbakozni. Dehogy nem. Mi a teendő? Nem kell nekünk új formanyomtatványokat kitalálni, hanem elég, hogyha fölmegyünk a rendőrség hivatalos honlapjára, letöltjük a formanyomtatványt, beírjuk szépen két példányba az adatokat, meghatározzuk az időtartamot, és annak a vadásztársnak, akinek golyós fegyverre van tartási engedélye, csak épp más kaliberűre, ő elviheti tőlem ezzel a papírral. Mi történik, ha útközben igazoltatnak? Ha mutatom egyszer a fegyvertartási engedélyemet, amiben nem fog szerepelni az a fegyver. Mutatni kell mellé az átadás átvételi elismervényt, ami beszerepel. Igen ám, de a 243-as Winchester puska nem sok mindent ér lőszerek nélkül. Tehát lőszert is kell magammal vigyek. Arra ügyeljünk, hogy ebből kérjünk eleget kölcsön, mert lehet nálunk ilyen kaliberű lőszer, ha ezzel az átadási papírral a fegyver átadást igazoljuk, akkor ilyen kaliberű lőszer birtoklására is feljogosít, viszont fegyver szaküzletben 243-as kaliberű lőszerrel az említett példába nem szolgálhatnak ki. Tehát kölcsön kérhetek annyit, ami nekem ott elég, de ha elfogy, akkor vásárolni fegyverszaküzletben nem vásárolhatok. Mert csak olyan kaliberű lőszer vásárlására vagyok jogosult, amit a tartási engedélybe bejegyeztek. Itt jön egy újdonság. Nem egészen egy hónappal ezelőtt volt egy egyeztetés a Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft. Vezetőjével, és a PKLV röviden ki fognak adni egy listát, a részint a csereszabatos kaliberekről, részint főleg a sörétes lőszernél jön elő,
azoknak a lőszereknek a listájáról, amik használhatók abban az esetben is, ha nekem olyan kaliberű lőszer nincs bejegyezve a fegyvertartási engedélyemre. Mire gondolok? Szerencsés esetben, régi bejegyzésnél, mondjuk egy 12/76-os kaliberű fegyvernél, ha szerencsénk van, csak az szerepel a fegyvertartási engedélyben, hogy 12-es kaliberű. De ezek a régi bejegyzések. A mostani precíz bejegyzéseknél szerepel, hogy 12/76-os. Akkor ha betűről betűre értelmeznék a fegyverjogszabályt, 12/70-est, vagy 67 és felest, vagy 65 mm-es hosszúságú lőszerhüvelyű lőszert nem használhatnék hozzá, hiszen az nincs bent az engedélyembe. PKLV kiad egy listát, ami közzé fog kerülni az ő honlapjukon is, illetve továbbítják a rendőrségnek is, hogy erre az esetekre az ő állásfoglalásuk alapján ezek, mivel ebből a kaliberből kilőhetők, meg számtalan ilyen példa van még, használhatók legyenek, sőt, a boltos ki is szolgáljon engem ilyen lőszerrel. Ha én bemegyek egy fegyverszaküzletbe, éppen nincsen 12/76-os kaliberű lőszerük, de van 12/70-es, miért ne vehetném meg? Ez a jövőben megvalósítható lesz. A másik, hogyha ezt az átadási papírt kitöltöttük, még sokakban bent van az a régi berögződött dolog, hogy futok vele a rendőrségre, és egy példán gyorsan leadok az ügyeletem, vagy elfakszolom, vagy akármi. Nem kell. Nem kell. Egy példán legyen az átadónál, egy az átvevőnél, egyet esetleg el lehet tenni még tartalékba is. Egy kötelezettséget ír elő a jogszabály, hogy meg kell őrizni a fegyvertartási engedély érvényességéig, pontosabban most már úgy mondjuk, hogy hatályosságáig. Na most ez visszavonás esetén, amíg fegyverünk van, ezt el kell tenni. Egyébként nem is árt. Miért? Ha valaki kölcsönkérte tőlünk azt a fegyvert, és valami olyat követtek el vele, ami szabálysértés, bűncselekmény gyanúját a későbbiekben felveti, lehet, hogy nekem egy év múlva kell igazolni, hogy hoppá, ez az én fegyverem, az én tartási engedélyemben van bejegyezve, de abban az időszakban, amikor ezt a cselekményt feltehetően elkövették, tudom igazolni, hogy hoppá, a Józsi Pista bácsi én tőlem elkérte. És ez a fegyver ott volt nála, és én nem követtem el vele semmit. Ekkor adtam át neki, ekkor vettem vissza, kettő közötti időpontban nem nálam volt a fegyverem. Ez adott esetben ugye perdöntő lehet. Mi a helyzet az átengeléssel? Az átengelés ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag a fegyver az engedélyes felügyelete alól nem kerül ki. Magyarul ott van mellettem a vadásztársam, akinek a vadászat erejéig, a lövés leadásának erejéig átengedem a fegyveremet, de végig ott maradok vele. Ez mit jelent? Ugye régen ez bevált dolog volt, hogy megint csak a hadélyek alföldi példával, apró vadas területen nem mindenki tartott golyós lőfegyvert. Miért? Mert elég volt neki a sörétes, adott esetben pedig 5 vagy 10 évente került rá a sor, amikor kisorsoltak neki egy bakot, hogy elejteti. Hát mi volt a teendő? Ugye golyós fegyverrel lőhetünk őszbakot. Mi a megoldás? Hát vagy az, hogy kimegy a vadászbarátjával, ha nincs neki golyós fegyvere, vagy pedig a hivatásos vadásszal, fegyvertartási engedélye kell, hogy rendelkezzen, de itt a fegyver jellegre az azonosság nem vonatkozik. Tehát akkor van értelme az átengedésnek, ha például a Pista bácsinak, aki szeretne őszbakot lőni, csak sörétese van, nekem van golyósom, én a Pista bácsit kísérem az őszbakvadászaton, már a vadászat kezdetétől, ahogy kiszálltunk a kocsiból, fölakasztatja a Pista bácsi a vállára az én puskámat, szépen kimegyünk, vadászunk vele, ha lövést tett, akkor lövést tesz vele, és a vadászat végén pedig visszaadja nekem a fegyvert, de úgy, hogy mindvégig mellette maradok. Ez az átengedés. Ezt a jogszabály szintén lehetővé teszi. Na most mi van akkor, amikor egy kicsit félre sikerülnek a dolgok, és nem sikerül betartani a jogszabályokat? Itt egyébként lenne is egy javaslatom a vitaindítóként, akár a kamara fele, akár bármilyen szervezet képviselői fele, hogy sokszor mondjuk, hogy kedvezően változtak a vadászati jogszabályok, kedvezően változott a fegyvertörvény, így is van, ezt üdvözölhetjük. De nem lenne átláthatóbb az, ha rövidebb lenne és könnyebben kezelhető? Van egy osztrák mondás, ők azt mondják, ami 10 oldalnál hosszabb jogszabály, az már mellébeszélés. Tehát lehet, hogy érdemes lenne tömöríteni, most ha belegondolunk, én naponta dolgozom a fegyverjogszabályokkal, de rendszeresen elő kell venni, egy dolog a törvény, még hosszabb a kormányrendelet. Nem tudom, hogy a teremben hányan ülnek, akik betűről betűre ismerik, vagy oda-vissza átolvasták. Most ezt nem tettük meg, akaratlanul is nem is tudjuk betartani.
Tehát akkora adathalmaz tartalmaz, ugyanígy a vadászati törvények, nem kellene oda elérnünk, hogy társas vadászaton a jobbról balra lépő süllőt szabad lőni, a balról jobbra lépőt már nem. Tehát mindent leszabályozunk. Ugyanez, bár nem ide tartozik, de ha említsen meg, beírókönyv kérdése, vadászati napló, szépen, szabatosan megfogalmazva. Környező országban mind tudnak enélkül vadászni. Mi meg elektronikus beírókönyvön gondolkodunk. Ide jön a külföldi vendégbe, ja, tudom, nálatok be kell írni, tudom, nálatok van ilyen macer, hát nálad hogy van? Hát az enyém a terület, fölveszem a vállamra a puskát, kisétálok, aztán vadászok. Ha a kollégám is ki akar menni, akkor csörgök neki, hogy ma erre a terület részre mennék. És ha belegondolunk, akkor ha csak az időszámítást veszük figyelembe, akkor az elmúlt 2000 évből mondjuk 1950 évig nem volt szükség vadászati naplóra, most meg van. Meg elektronikus beírókönyvön gondolkodunk. Én tudom, hogy nem ez a megoldás, meg nem szabad ettől elrugaszkodnunk, nyilván, mert átesünk a ló túloldalára, de azt gondolom, hogy annál könnyebben betarthatók, és annál könnyebben szankcionálhatók a szabályok, minél rövidebbek, egyszerűbbek. Régen ugye mi volt a jogalkotó feladata, odaadta bárkinek az utcán a jogszabályt, ha azt mindenki megértette, akkor innentől kezdve azt alkalmazták. Ma már lehet, hogy ügyvédhez kell fordulnunk, hogy magyarázza meg, hogy mit akar ez a jogszabály elmondani, mert nem értem. Meg utána még, amit egy másodperc alatt a területen eldöntök, lehet, hogy 3 évig még vitatkoznak rajta a bíróságon, hogy helyes volt az új görbítés, vagy nem. Erről csak ennyit. A másik dolog, hogy mi van, hogyha kötelezettségünket szegjük? Mi van, ha nem úgy tároljuk a fegyvert, ahogy elő van írva? Mi van, ha nem úgy szállítjuk a fegyvert? Ha ez nem súlyos, és itt nyilván mindig mérlegelés van a rendőrhatóság részéről, akkor hála Istennek elmúltak azok az idők, hogy rögtön bevonjuk a fegyvert. Jó, az egészségügyi, megint másik kérdés, amit felvetődött az előző előadásokban, hiszen az személyi feltétel hiánya. Ha tegnap érvényes volt az egészségügyi érvényességem, ma nem, akkor a mai naptól nem vagyok jogosult fegyvertartásra. De ha én megszegem a tárolás vagy szállítás szabályait, és ezt észreveszik, akkor első körben figyelmeztetés. Vagy jegyzőkönyvbe, vagy végzésbe. Második kör ugyanez, és hogyha kétszeri figyelmeztetést kaptam, akkor ugye a harmadik kötelezettség szegésnél, még mindig mérlegelési jogkörbe, akkor már a rendőrhatóság visszavonhatja a fegyvertartási engedélyt. Nyilván a cselekmény súlyától, társadalomra veszélyességétől, stb. Függően. Én röviden tömören ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm szépen a figyelmüket. Ha valakinek kérdése van ezzel kapcsolatban, akkor megpróbálok rá válaszolni. Köszönöm szépen!